Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok ninják, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Az itt látható videók a narcisztikus kapcsolatok mindennapi dinamikáival foglalkoznak, és akinek ez a téma tetszik, az iratkozzon fel, akinek meg majd ez a videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot. Like Ma is egy nagyon érdekes témával készültem nektek, az pedig az, hogy amikor a narcisztikus a nyakunkon marad. Nagyon érdekes téma, és nagyon sokan szenvedtünk, vagy még most is szenvedünk, ez miatt, hogy a narcisztikus egyszerűen nem képes elkezdeni a karrierjét. Igen, és már most itt a videó elején szeretném leszögezni, hogy nyugodjon meg mindenki, én tudom, tudatában vagyok annak, hogy vannak nagyon sikeres ellenpéldák, hogy vannak nagyon sikeres narcisztikusok, de ezekben a videókban mi nem a sikeres, problémamentes narcisztikusokról beszélünk, problémamentes időzőjelben, hanem pontosan a sikertelen, az összezavart, a kaotikus narcisztikusokról beszélünk. Tehát igen, vannak sikeres narcisztikusok, de mi ezen a csatornán azokat a kapcsolatokat boncolgatjuk, és olyan embereknek kívánunk segíteni, akik nem a sikeres narcisztikussal találkoznak. Szóval a kommenteket itt már meg lehet spórolni, hogy persze-persze van ám kivétel, persze, hogy van kivétel. Mindenben van kivétel, de én most itt ezen a, ebben a videóban és általánosságban beszélve ezen az egész csatornán azokat az általános problémákat vetem fel, amelyek általában jellemzőek a mindennapi narcisztikus kapcsolatokra. Tehát most, hogy ezt tisztáztuk, el is kezdhetjük a mai témánkat. Amikor a narcisztikus rajtunk ragad, a nyakunkon marad, és nem tudja elkezdeni a karrierjét építeni, nem tudja elkezdeni az álmait megvalósítani, az ránk, főleg elsődleges táplálékokra hatalmas érzelmi, lelki és anyagi terhet ró. Ez nálunk is ugyanígy volt, rengeteg terve volt az én volt partneremnek, rengeteg grandiózus terve volt, de semmi nem valósult ebből meg. Általánosságban beszélve, melyik narcisztikus, melyik fajta narcisztikus marad és ragad a mi nyakunkon? Általánosságban beszélve, a sérülékeny, zárójelben mondom, rejtett narcisztikus marad a nyakunkon, de ez a nyakunkon ragadás bármelyik a grandiózus narcisztikusra is jellemző lehet. És miért ragadnak a nyakunkon? Pontosan azért, mert bármelyik narcisztikusban benne magában rejlik az a grandiózitás, hogy ő feljogosulva érzi magát arra, hogy sikeres legyen munka nélkül. Tehát neki joga van, ő úgy érzi, bármilyen sikert elérni, anélkül, hogy ő ezért megdolgozzon. Ez az ő grandiózus ötlete. Hatalmas terveik vannak. Az én volt kapcsolatomban is hatalmas tervek voltak. Már ott tartottunk, hogy gyárat fog ő venni, hogy igazgató lesz. Mindenféle ilyen tervek voltak, de másoktól is hallom, ugye ezeket a hatalmas terveket, hogy majd kinyitja ezt az éttermet, azt az éttermet, jachtot vesz, villát vesz, nyaralót vesz, ilyen kampanit vesz, olyan társaságot fog alapítani, de semmi soha nem történik, mert ezek a grandiózus ötletek, amelyekkel semmi hiba nincsen, ezek jók, de ezeknek a megvalósításához rengeteg munka szükséges. Munka, lemondások, áldozatok meghozása, kalkulációk, tervek, nagyon kemény üzleti tervek, piackutatás ó, hát a narcisztikusnak ez hatalmas energiaveszteség, hát ő nem fogja ezeket a napi munkákat, ezeket a napi problémákat megoldani, napi munkákat elvégezni, mert az ő grandiózus dimenziója még a rejtett, az a sérülékeny narcisztikusban is benne rejlik. Ő feljogosítva, feljogosulva érzi magát arra, hogy a siker ő hozzá így jöjjön, munkanélkül jöjjön, azonnal kinyissa azt a hatalmas üzletet, azonnal ez a terv megvalósuljon, és már az első naptól kezdve lehetőleg hatalmas profitot is hozzon. Ő csak azt vizionálja, hogy ül a bársony igazgató székben, de hogy hogy jutott oda, az valahogy kiesik a fejéből. Azt a munkát, azt az utat, azt a azt a nagyon kemény megpróbáltatást, amíg az ember eljut a hegy csúcsára, azt ő nem hajlandó bevállalni, mert ő ezt át akarja ugrani, hiszen a sikerre ő automatikusan jogosultnak érzi magát. Azt kérdezi, hát én, aki olyan tökéletes vagyok, én, aki olyan okos vagyok, miért kell nekem ezeket a piszlicsáré akadályokat napi szinten megugranom? Ez számomra alantas munka, gondolja ő. De mi ugye, akik megértik azt, hogy a sikerig eljutni az kemény munka, mi vagyunk az alantas munkák hülye sztahanovistái, mert mi napi szinten mítingekre járunk, problémákat elhárítunk, szervezkedünk, ügyintézünk, bizniszterveket készítünk, piackutatunk, mérlegelünk, tanácsokat kérünk és tanácsokat elfogadunk, ne adj Isten, kurzusokra is beiratkozunk, ezen kurzusokat el is végezzük, mi, csicskás némandok, bevállaljuk az utat, amely a sikerhez majd vezet. Ők nem. Ők a sikerhez vezető útnál feljebb állnak, ők nem hajlandóak arra, ők úgy hiszik, hogy többek annál, mint hogy napi problémákat megoldjanak, hogy napi szervezéseket intézzenek. És amikor te ezt közlöd velük, hogy figyelj, de azért ez nem úgy van, hogy hirtelen megjelenik egy üzlet, megjelenik egy gyár, mert nálunk ez volt, hogy már gyárat veszünk, ugye? Hogy hirtelen megjelenik egy gyár a semmiből, és te csak ott beülsz az igazgatói székbe, és dirigálod a népeket mindenféle tudás és képzettség nélkül, és anélkül, hogy átlátnád ennek az egésznek a folyamatát, akkor nagyon sok narcisztikus hivatkozik az ADHD-re, ami magyarul a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar. Tehát ő azt mondja, hogy ó, oh, hát én nem tudok ezekkel a napi piszlicsári gondokkal megküzdeni, mert én figyelemhiányos zavarban szenvedek. És ezt bármire lehet használni. Nálunk az én volt partnerem a figyelemhiányos zavart nem használta mint kifogást, hanem nálunk az volt a kifogás, hogy ő már túlképzett volt az ilyen alantas napi munkákhoz, hogy ő már sokkal többet tudott másoknál, tehát neki nem kell igaziból semmiféle részletekbe belebonyolódni. Ő várja az igazgatói bársonyszéket, a tulajdonosi bársonyszéket. De, ahogy tudjuk, a narcisztikus nagyon kreatív, amikor kifogásokat kell találni, tehát van a figyelemzavar kifogás, és a másik, amit nagyon szeretnek, az pedig az, hogy de nekem senki nem mutatja meg, hogy hogy kell sikeresnek lenni. Hát ki az, aki ezt neked megmutatná? Elkezdesz valamit, és használod a képzettségedet, használod a józan paraszti eszedet ahhoz, hogy az adott körülményekhez alkalmazkodj. Így leszel sikeres. De nekik nem mutatja ezt meg senki. Tehát én nem tudom, hogy mit várnak, hogy hol vannak azok az emberek, akik majd oda jönnek, és leültetik ezeket a náciztikusokat, és lépésről lépésre elmondják nekik szájba rágóan azt, hogy hogy kell sikeresnek lenni. De ha még ez így is történne, ezek az emberek sem fogják azt tanácsolni, hogy te ne vegyél részt a napi munkában, mi alatt a sikert építed ezek a narcisztikusok nem a sikerhez vezető kreatív útra koncentrálnak, hanem azonnal, ezt átugorva azonnal a grandiózus végeredményre koncentrálnak. Ezért van az, hogy nem tudnak egy üzleti tervet produkálni, nem tudnak piac kutatni, nem hajlandóak elvégezni a napi munkát, a napi kemény munkát, ami ezzel a, a sikerrel járna. Nincsen releváns Képzettségük ahhoz, amit szeretnének, nem tudnak áldozatokat hozni, mert ők mentesítik magukat ezektől a részletektől. Álmodoznak és álmodoznak, de soha nem lesz ebből az álmodozásból semmi. Legalábbis nálunk semmi releváns dolog nem történt az álmodozáson kívül. Na most az, hogy ennek a nárcisztikusnak vannak álmai, amelyek esetleg nem valósulnak meg, ez önmagában még nem probléma. A probléma ott kezdődik, amikor ez a narcisztikus tőled függ anyagilag. Akkor ez már igenis probléma, hiszen amíg ő álmodozik, addig sem járul hozzá a háztartáshoz, addig sem járul hozzá a ti életetekhez. És neked kell anyagi áldozatokat hozni, és ha vannak gyerekek, akkor nekik is anyagi áldozatokat kell hozni ahhoz, hogy a narcisztikus tovább álmodozzon. És tudjuk, hogy ezekből az álmokból semmi nem lesz. És ha azt mondom, hogy semmi nem lesz, akkor még jól állunk, mert nagyon sokszor anyagi veszteségeket is okozhatnak ezekkel az álmodozásokkal. Mivel nincs meg a megfelelő képesítésük, vagy nem, nem készítettek megfelelő felméréseket, piackutatásokat, ezért katasztrofális dolgokba tudják ölni a te pénzedet és a narcisztikus ezt tudja. Tudja, hogy a nyakadon ragadt, tudja, hogy sikertelen, tudja, hogy nem tud a repülőjével felszállni, tudja azt, hogy a kifutó pályán dekkol, és dekkol, és dekkol vég nélkül, és benne ez a tudat, a sikertelenség tudata, az, hogy a nyakadon ragadt, aktiválja azt a szégyenérzetet, ami amúgy is alapból benne van. Főleg akkor, mikor másokkal összehasonlítja magát. Mikor látja a különböző társasági oldalakon azt, hogy mások mit raktak le az asztalra, amikor látja mások komoly eredményeit, és akkor dühös lesz. Tehát a benne lévő szégyenérzet aktiválódott, és ezáltal a düh, a narcisztikus düh is aktiválódik, és elkezd mindenkit maga körül hibáztatni, az ő sikertelenségéért. És főleg téged, mint partnert hibáztat elsősorban az ő sikertelenségéért. Ez nálunk is így volt. Nem adtam eleget, nem voltam elég megértő. Bezzegén meg tudnám tenni, hogy gyárat vegyek, eszközöket vegyek, ilyen műhelyeket vegyek, bármit vegyek. De teljesen fölösleges, mert akiben nincsen meg az, hogy elfogadja azt, hogy minden siker munkával jár abba fölösleges pénzt, ötletet, munkát, segítőkészséget, bátorítást investálni. Én ezt a magam kapcsolatából megtanultam, hozzám már jöttek a narcisztikus barátai, hogy Eszter, vegyél neki egy műhelyt, vegyél neki egy gyárat, vegyél neki eszközöket, vegyél, mert csak így tudod őt megmenteni, ő csak így tud majd lábra állni. Hát nem, mert olyan embert nem lehet megmenteni, olyan emberbe nem lehet investálni, aki úgy érzi, hogy a napi részletek, a napi megalkuvások, a napi problémák, a napi szervezkedések felett áll. És a végén ott tartunk, hogy magadból rengeteget adtál, rengeteg ötletet adtál, rengeteg irányadást adtál, és rengeteg pénzt is adtál ahhoz, hogy talprájon, és ebből semmi nem lett, mert a grandiózus dimenziója, az a grandiózus elem, ami mélyen benne van, az azt érezteti vele, hogy neki nem kell ezért a sikerért megdolgozni. Ő ehhez túl perfekt, túl tökéletes. A narcisztikus imádja az áldozati szerepet, bármilyen segítséget nyújtasz neki. Ő jobban szereti azt, hogyha az a segítség nem is gyümölcsözik, hiszen ha gyümölcsözne, akkor már nem játszhatná el az áldozat szerepét. Ő pedig komfortosan érzi magát az áldozat szerepében, mikor valaki mást lehet hibáztatni az ő sikertelensége miatt. Nálunk például a COVID dolog nagyon kapúra jött. A COVID van, nem lehet munkát találni. Ó, oh, COVID van, munkanélküliség van. Ó, oh, COVID van, nincsenek lehetőségek. De akkor volt az, hogy most pihenni szeretnék, már eleget dolgoztam, nekem is jár a szabadság. Bármit felhasználnak azért, hogy ne kelljen ezeket az álmokat megvalósítani. Álmodozni lehet. Addig szuper, amíg ezt valaki más megvalósítja nekik. De ők legyenek mentesek attól, hogy a napi munkát a sikerér elvégezzék. Ez, hogy a narcisztikus a partner vagy a szülő nyakán ragad, nagyon-nagyon gyakori a narcisztikus kapcsolatokban. Ők nem értik azt meg, hogy mindenki felelős a saját sikerének a kialakításáért, a saját sikerének a megvalósításáért. Igen, valaki több előnnyel startolt az életben, valaki kevesebb előnnyel, valaki hátrányokkal startolt, de az emberek megoldják ezeket a problémákat. Önerőből, józanésszel, képzéssel megoldják ezeket a problémákat. A narcisztikus nem. Ő a grandiózus dimenzióból nézi ezt az ügyet, ő jogosult azonnal a gyors és azonnali sikerre munkanélkül. Nagyon figyeljünk arra, hogy mibe investálunk. Ebbe a csapdába én is beleestem. Rengeteget adtam magamból, toltam magamból a kreativitásokat, a tapasztalataimat, a, a tanácsaimat, a rálátásaimat, a tudásomat, a pénzemet egy olyan emberbe, egy olyan szituációba, ami állandóan leragadt. Ez az ember eddig, nem tudta a repülőjét az égbe felvinni, állandóan a kifutópályán dekkolt, nekem ment az energiám és a pénzem. És tudjátok, a narcisztikus nem változik. Ebben sem fog változni, ahogy semmibe se változik. Nagyon várom a hozzászólásotokat, ki hogy tapasztalta meg azt, hogy a narcisztikus a nyakán maradt, és akkor itt fogjuk folytatni, sziasztok!